Egy nagyszerű ember halt meg a napokban itt Hódmezővásárhelyen. Péntek reggel kaptam a hírt, hogy Mátray Attila, a cigány nemzetiségi önkormányzat vezetője itt hagyott bennünket. Hát először azt a képet mutatnám önöknek, amikor én a vásárhelyi cigányságért elismerő oklevelet és egy üveg kis díjat, egy ilyen metszett üveg díjat kaptam Mátray Attilától és a cigány nemzetiségi önkormányzat tagjaitól. Itt azt is látják, hogy Mátray Attila egyrészt rendkívül fiatal volt, hiszen ő 76-ban született, tehát nálam 4 évvel fiatalabb volt. Másrészt egy beleszületett rendellenesség probléma miatt az élet kilátásai amúgy sem voltak jók. Ő nem Covid-ban halt meg egyébként, hanem ebbe az egész életében jelenlévő egészségügyi problémába halt meg végül. Azt is láttam, hogy tavaly nyáron, amikor én is részt vettem a szeretett nővérének, Gincének a temetésén, aki szintén a két szülő kísérte őt is a sírhoz, borzasztó és nagyon nagy részvétem a Matyi szülőknek, Matyi Sándornak és feleségének. Óriási tragédia, amikor immár fél év elteltével egy második gyermekét is temetnie kell egy szülőpárnak. Nos, azóta, mióta ez a tragédia történt múlt nyáron, azóta láttam Attilán azt, hogy nagyon sokat fogyott, hogy őt ez nagyon megviselte. A Facebook oldalára Gincikéről kirakott több fényképet, és mindig nagyon meleg szavakkal emlékezett meg róla. Tehát egészen biztos az is hozzájárult ahhoz, hogy ő most ide került életében. Azt is látják, hogy egy kerekesszékes ember, akinek komoly egészségügyi problémái voltak, ennek ellenére, vagy talán éppen ezért rendkívül ellenálló volt mindenféle, például a hátrányos származásából, mozgáskorlátozottságából fakadó megkülönböztetésnek, hátrányoknak, sok-sok negatív dolognak ki volt éve az életében, és Attilát ez egyáltalán nem akadályozta, nem visszahúzta, hanem ellenkezőleg ő életét önzetlenül a vásárhelyi cigányságnak szentelte. Nagyon sok jó programot, amit egy nekrológban én magam is felsoroltam, nem fogok most önöknek elmondani. Nyilván itt a munkahelyteremtés, megváltozott munkaképességűek, az iskolába járó művészeti tanulmányi sikereket, sportsikereket elérő cigánygyerekeknek az elismerése, a bátorítása, jótékonykodás, mind-mind Attilának a nevéhez kötődik. Egy rendkívül tisztességes ember vezette a cigány nemzetiségi önkormányzatot, tökéletesen, átláthatóan tisztességgel számolta minden forrással. Minisztérium, egyházi, világi alapítványok, szponzorok felkutatásával, a illatszergyártó céggel való megállapodással, ugye itt a munkahelyek, megváltozott munkaképességűeknek létrehozott munkahelyek kapcsán tárgyalt, egyeztetett, fáradhatatlanul dolgozott, és nagyon komoly sikereket ért el. Nos, tényleg egy tragédia, ugyanúgy, ahogy Bogdán László halála országosan. Egy olyan cigányembert veszítettünk mi el az egész ország, aki képes volt a cigány és nem cigány magyarokat egybeforrasztani. Egyként szerettük Bogdán Lászlót. Azt lehet mondani, jobb és baloldal ellenzék és kormánypárt körében egyaránt nagyon népszerű volt. Jól lehet harciasan ellenzéki volt. Nos, hasonló veszteség ért bennünket itt Hódmezővásárhelyen. Mátray Attiláról ráadásul nem lehet azt mondani, hogy ő politizált volna, hiszen ő mindig a cigányságért politizált a politikának a legszebb értelmében, és itt például egy olyan képet mutatok önöknek, amikor én előttem ugyanezt a vásárhelyi cigánysági díjat, ezt Almás István elődömnek adta át 2015-ben. Én 2019. decemberében kaptam meg egyébként a díjat, tehát 4 évvel korábban Almás István elődöm is megkapta. Nyilvánvalóan Attila kiválóan együtt tudott működni a Fidesszel. Mégis a halála kapcsán azt sem hallgathatjuk el, hiszen ez is meghatározta az ő elmúlt 3 évét, hogy amikor én polgármester lettem, és amikor megkerestem a helyi cigányságot, illetve ők is engem természetesen, és elén felvettünk egy roma felzárkózási referenst Tóth István személyében, elindítottuk a roma felzárkózási programjainkat, és tényleg mindennel igyekeztünk támogatni a helyi cigányságot. Azokat, ahogy én szoktam jobboldaliként mondani, elsősorban azokat az embereket támogatjuk mindig, akik saját maguk is mindent megtesznek a saját felzárkózásuk érdekében.
nyilvánvalóan menthetetlen, akinek nincs akarata, nem is vágya fölzárkózni, azokkal nagyon nehéz, nem hatékony foglalkozni. Attila ebben a projektben kezdettől fogva készségesen együttműködött, és nagyon örült annak, hogy sikerült korábban évekig parkolórára, pályára tett projekteket megvalósítanunk közösen. De elsősorban az ő érdeme ez mégiscsak. Nos, én azt láttam, hogy ekkor a lehető, mint oly sok más embert Vásárhelyen, a lehető legaljasabb, nemtelen támadások érték politikai vonalon, hogy azok az emberek, akik korábban támogatták, akikkel jóba volt, azok egy olyan plakátot tettek ki kettőnkről, amit itt mutatok is önöknek mindjárt kellően nagyban, és olyan a parkoló helyét próbálták visszavenni, amit ők maguk adtak, ezt mint a korrupció ne továbbját állították be, ismét csak ugyanúgy, mint annak idején Nagy Ernő lányának a lakásánál, egy ő általuk adott juttatást állítottak be korrupciónak, amivel megint csak azt igazolták, hogy a Fidesz az egyetlen korrupt politikai entitás Hódmezővásárhelyen. De ez a támadás nyilván Attilának sem esett jól, érthetően. Az a kiállása, hogy ők is kiálltak mellettük, mi is kiálltunk mellettük, mi a cigány és nem cigány vásárhelyiek összefogásának a szimbólumává váltunk, és bár lejárató céllal, nyilvánvalóan aljas rasszista indítékkal készült ez a plakát, ahol én Mátray Attila fél arcával osztom meg az arcomat, és ketten kapjuk azt a hazug csúsztatásokkal teli gyűlöletkampányt, amit annak idején Ádok János és Fideszes Egyesület zúdított a városra, számos óriás plakát képében, itt a városban két különböző kampányban is, tehát ez nem egyetlen egy kampány volt, hanem két kampány. Nem tudom elfelejteni, és azt is el kell mondjam önöknek, hogy én rendkívül büszke vagyok arra, hogy Attilával ezen a plakáton együtt szerepeltünk, hogy őt erőszakosnak beállítani, mekkora aljasság, ez egy nem csak végtelen békés, tisztességes ember, hanem kerekesszékhez kötött mozgáskorlátozott is. Tehát azt, hogy ő erőszakos lenne, és bármilyen erőszakosság kötődne a kerüléhez, nem. Egyszerűen a legaljasabb rágalom volt. Egy végtelen vallásos, tisztességes embert veszítettünk el. Én nagyon keresem mindig azokat a cigány embereket. Országosan is nem véletlen, hogy a Mindenki Magyarországa mozgalom már három cigány származású embert jelentett be jelöltjei között a 27-ből. Szívünkön viseljük, én magam különösen is, a cigány felzárkóztatás kérdését, azt, hogy mindenki előítéletektől mentesen csak a saját teljesítmény alapján legyen megítélve, hogy ne forduljon elő olyan, amit Makón hallottam, hogy egy állásinterjúra, amikor egy gyárhoz sok-sok embert vettek föl, akkor a sorból kiállították a cigányokat és elküldték, mert őket nem akarták fölvenni. Pusztán a kinézetük a bőrszínük alapján, hogy ilyen senkivel ne fordulhasson elő. Nos, ezt szeretném elérni nem csak Hódmezővásárhelyen, hanem országosan is, és ahhoz, hogy Hódmezővásárhelyen olyan sikereket érjünk el, mint az elmúlt három évben kitapinthatóan elértünk, hogy itt Attiláék szervezésében a szüleinek a főztjét ettük, nem cigány Hódmezővásárhelyi emberek százan, vagy több százan, nem csak tavaly, már tavaly előtt is. Bogdán László, amikor itt volt velünk egy színpadi beszélgetésen, Attilával együtt beszélgettünk, ugye szörnyű kimondani, most már két nagyon fontos ember halott abból az öt emberből, aki ott beszélgetett. Nos, ők akkor töltött káposztát, szármát, cigánylecsót, bokolit, a cigány kenyeret kínálták a vásárhelyieknek, akik párthozatartozástól függetlenül ott együtt ehettek. Együtt kóstoltuk meg a cigány ételeket. De a gasztroudvar mentén a zenei kínálatban is mindig augusztus 20-án megjelentek a cigány együttesek. Nem csak cigány, hanem modern pop zenével, rock zenével egyaránt, és mindenkinek a megelégedésére léptek fel. Tehát én azt gondolom, hogy az a siker, amit mi itt az integráció kapcsán Hódmezővásárhelyen elértünk, és amelyek egyébként Lázár Jánosnak a hasonló projektje, amit Lázár János személyében még Soros György is támogatott 60 millió forinttal. Tehát hogy ezt a régóta elindult integrációs projektet sikerült folytatni, ez nagy mértékben Attilának volt köszönhető. Úgyhogy részvétem a nagyon kedves családjának, akikkel személyesen is nagyon jó kapcsolatot ápolok is, ápoltunk is eddig is, és hát nagyon bíztatok mindenkit, nem csak Vásárhelyen, országosan is, cigány embereket, hogy igenis vállaljanak közéleti szerepet, mutassák meg, hogy ugyanolyan tisztességes, becsületes magyar emberek önzetlenül dolgoznak a hazájukért, hogy az előítéleteknek a legfőbb cáfolata azok önök, az önök munkája, az önök értelmiségi pályája, becsülete, tisztessége. Ezzel tudják a legtöbbet tenni a cigány-nem cigány-magyar össze békülésért és összefogásért. Úgyhogy kérem önöket,
mindent, különösen a cigány származásokat önök között, hogy vállaljanak igenis közéleti szerepet. Én ebben mindig támogatni fogom önöket. Csak így lehet fölemelni a nemzetet. A nemzetet nem lehet fölemelni akkor, hogyha egy egymilliós kisebbséget nem tudunk fölemelni.